A rendkívüli állapot megszűnt, de számos intézkedés továbbra is érvényben maradt Szabadkán. Bogdan Labán kiemelte, a város jól vizsgázott a koronavírus elleni harcban, hiszen ahhoz képest, hogy Szerbia ötödik legnagyobb városáról van szó, csak 54 személy fertőződött meg. A polgármester hangsúlyozta, továbbra is be kell tartani az ajánlásokat, ugyanakkor Szabadka gazdaságát is újra kell indítani. Imali smo dvostruku odgovornost i sve svoje resurse usmerili smo u dva pravca. Da zaštitimo zdravlje i živote građana sa jedne strane i da sačuvamo ekonomiju sa druge strane. Rukovođeni takvim pristupom, a u sve propisane mere zaštite, nismo stajali sa radom na najvećim projektima koje smo započeli. I u otežanim uslovima teku radovi na pozorištu, na rekonstrukciji zelene fontane i na izgradnji spa centra. Az elmúlt napokban sorra jelentkeztek a közösségi oldalakon azok a szabadkai kisnyugdíjasok, akik nem kapták meg a segélycsomagot, vagy nem voltak elégedettek tartalmukkal. Bogdan Labán a Pannon RTV kérdésére a csomagok tartalmával kapcsolatban a következőket nyilatkozta. Tačno se zna da je to prvi krenuo Beograd i onda lokalne samouprave koje su bile u određenom momentu i koliko snažne. A sastav paketa, ja znam koji je sastav, znate li vi? A kézbesített élelmiszer dobozok többek között lisztet, cukrot, sót, tésztát és konzerveket is tartalmaztak. Bogdan Labán elmondta, mintegy 15 000 segélycsomagot osztottak szét a szabadkai kisnyugdíjasok között.